Üdvözlöm Önöket a Space-ben, Lisszabonban és Rómában járunk utána, hogyan segítik a műholdak a hajózás biztonságát. Majd Samantha Cristoforetti mesél nekünk arról, milyen valójában az űrben élni. De először a hónap űrkutatási hírei következnek. Az Európai űrügynökség dán űrhajósa Andreas Mogensen és kazahtársa Aydin Aimbetov 10 napot töltöttek földkörüli pályán. Mogensen többek között egy új típusú visszacsatolással ellátott földi robotot távirányított az űrből. A Blue Origin nevű magánűrvállalkozás bejelentette, hogy új rakétáit Floridából lövi majd ki. A cég újrahasznosítható kilövő rakétaflotta fejlesztésén dolgozik. A NASA New Horizon nevű szondája új képeket küldött a Plutóról, amelyen érdekes részletek látszanak a fagyott bolygó légköréről. Rátérünk mai fő témánkra, az olasz parti őrségnél járunk utána, hogyan használják a műhold technológiát a hétköznapokban. A Róma melletti Fiumicinóból indultunk, hogy ellenőrizzük a helyi halászflottát. A parti őrség a műholdas jelek alapján rátalált az egyik hajóra. Hamarosan kiderül, hogy minden rendben van-e. Ez csak egy, a parti őrség számos feladata közül. Az illegális halászat kordában tartása, mentési feladatok, a szennyezés elleni harc, kalózelhárítás, terrorellenes tevékenység, a mentést már mondtam, meg minden más, amivel a többi rendőri szerv nemzetbiztonsági érdekből megbíz minket. A parti őrség vészhelyzeti irányító központja Rómában van. Itt kezelik a balesetek során kialakuló szükséghelyzeteket. Az elmúlt időszakban a földközi tengeren érkező migránsok miatt voltak különösen elfoglaltak. Amint pár napig jó az idő és nyugodt a tenger, rengeteg ember indul el. Előfordulhat, hogy egy adott napon 25-26 ilyen szituációt kell egyszerre kezelnünk. Vészjelzés esetén a gyorsaság a legfontosabb. Ehhez azonban nem árt, ha a parti őrség pontosan tudja, hol tartózkodik a megmentendő jármű a tengeren. A vészhelyzetben lévő hajó megtalálásához elsősorban műhold technológiát vesznek igénybe. Ez a terület az, ahol a migránsokkal kapcsolatos mentési műveletek tipikusan zajlanak. A térképen látható a szicíliai és a líbiai partvidék. A migránsok általában műholdas telefonokról küldenek segélykérő jelet, amikor 10-20 vagy 30 kilométerre eltávolodnak a líbiai partoktól. A műholdas technológiának köszönhetően látjuk a közelben haladó kereskedelmi és halászhajók útvonalát, és ebből az is kiderül, melyik egység a legalkalmasabb segítségnyújtásra. Számos műhold kap szerepet a vízi közlekedés biztonság terén. Az európai Sentinel flotta például radar és optikai eszközöket visz a fedélzeten. A kanadai Exact Earth a hajók automatikus azonosítási rendszerének jeleit veszi. A témában az ESA szakértője Carsten Tobin igazított el minket. Az első réteg az alacsony földkörüli pálya, 500-tól 1000 kilométeres magasságig, ahol a földfelszínt megfigyelő műholdak vannak. A középszintű földkörüli pálya 30 ezer kilométeres magasságot jelent, itt találhatók a navigációs rendszerek, mint a Galileo és a GPS. A leggyakrabban használt geostacionárius pálya 36 ezer kilométer magasan van, ezt a telekommunikációban és az időjárás előrejelzésben használják. A beérkező rengeteg adatot Lisszabonban az Európai Tengeri Biztonsági Ügynökségnél dolgozzák fel. Itt követik figyelemmel az európai vizeket szelő hajókat. A közel valós idejű adatokat továbbítják a különböző vízirendészeti és határvédelmi szerveknek. A rendszer az olajfoltok terjedését is követi a tengeren. Ez itt az olajszennyezés követő rendszerünk. Itt jól látni, hogy az olajfoltot egy a brit part mellett elhaladó hajó okozta. Meg szeretnénk tudni, ki a szennyező. Ellenőrizhetjük a másik rendszerünkben, ahol vannak adatok a hajó helyzetének változásairól. A két információt összevetjük, így világosan látszik, hogy a hajó együtt haladt az olajszivárgással, vagyis teljes az egyezés.
We have a perfect match. Ugyanakkor a radar és optikai műholdak felhasználásának a szennyezések nyomon követésében megvan a korlátja. Manapság naponta kétszer halad át egy megfelelő műhold Európa fölött, vagyis kétszer tudunk illegális kibocsátás után kutatni. Ha a hajó tulajdonosok tudják, mikor van ez az áthaladási időszak, akkor ha olyasmit akarnak csinálni, ami tilos, elég azt az időszakot választani, amikor a műhold nem néz oda. Ez komoly probléma. Itt jön a képbe az Európai Ürügynökség, amely az ügyfelekkel és a műholdiparral közösen dolgozik az új megoldások kifejlesztésén. Mi hiányzik még ahhoz, hogy az információszolgáltatásban ne legyenek fehér foltok az óceánok térképén? Azonosítjuk, milyen információ hiányzik még. Kifejlesztjük a szükséges eszközt, legyen szó földi adatfeldolgozásról, algoritmusról vagy következő generációs műhold technológiáról, földfelszínt megfigyelő telekom rendszerről vagy akár radar műholdról. Hamarosan újabb műholdakat bocsátanak fel. Más föld körüli pályán járnak majd, és még többet tudnak majd arról, mi történik a tengereken. Az olasz parti őrség mentési tevékenységét például egy az egyben a műholdak teszik lehetővé. A mai műhold technológia életeket ment, mert a legnehezebb probléma a mentés során a hely meghatározás, a mentési koordináták meghatározása. Ha a műholdak segítségével meg tudod adni a pozíciódat, akkor a hatóságok időben ki tudnak menteni, ha szükség van rá. Gyakran ennyi választja el az életet a haláltól. Lisszabonból Kölnbe tartunk. Az űrhajós akadémiában arról lesz szó, milyen az élet a nemzetközi űrállomáson. Hello, Samantha Cristoforetti űrhajós vagyok. 200 nap után most értem vissza a nemzetközi űrállomásról. Beszéljünk az űrről. Az űrben tartózkodni és dolgozni nem egyszerű, mert minden lebeg, ideérte az embert is. Ez elég mulatságos, de meg kell szokni. Kezdetben előfordul, hogy az ember elszédül, elveszti az irányérzékét. Nem úgy, hogy az ember azon gondolkodna, merre van fent és lent. De néha van olyan, hogy az ember kilép az egyik modulból, és egy másodpercbe beletelik, mire rájön, merre is kellene indulnia ahhoz, hogy elérjen oda, ahova menni akart. Amikor megérkeztem, nagyon óvatos voltam. Általában egyik kapaszkodótól a másikig mentem. De ahogy az ember tapasztaltabb lesz, megszokja a lebegést, megtanulja háromdimenzióban irányítani a testét, akkor már csak ellöki magát valahonnan, és pontosan ott köt ki, ahol szeretett volna. Ennyi volt mára. A jövő hónapban a Jupiterről és titokzatos holdjairól lesz szó. A viszontlátásra!